Ez a találkozó azért jött létre, mert uh, immáron két éve részt veszünk egy olyan európai programban, aminek az a neve, hogy Arte la Convivencia. A művészetek által hogyan tudunk együtt élni, milyen szerepe van a művészetnek abban, hogy békésen együtt tudjunk élni és ez volt a hatodik találkozója ennek ennek a programnak. Jártunk már Spanyolországban, Portugáliában, Németországban és így a végén érkeztünk el Budapestre. az Óbudai Nagy László Magyar Angol Kéttanítási Nyelvi Iskolában vagyunk. Ez az iskola az Ápol részleg, befogadó iskola, integráló részleggel. Normál általános iskola vagyunk, ahol a normál tananyag elsajátítása épp úgy cél, mint minden általános iskolában. Itt talán a személyre szabottság, a kisebb csoportokban történő oktatás megvalósítása az ami specialitásként, plusz ad az iskolába járó gyerekek számára, az integráció pedig keretében biztosítani tudjuk gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és egyéb fejlesztő szakemberek, pszichológus, gyógyterápiák, ilyen mozgásterápiák biztosítását. Nyilvánvalóan ilyen adottságok mellett kell megoldanunk azt, hogy a gyerekek a személyiségük kibontakozásához, valamint ahhoz, hogy az iskolát második otthonuknak tekintsék, kapjanak olyan pluszokat is a tananyag elsajátításának lehetősége mellett, ami számukra az iskolában élményt ad, ami egyfajta irányultságot ad, ami pluszt ad az életük élvezetéhez, ahhoz, hogy az iskolát tényleg jól érezzék magukat és ilyen két programot működtetünk az iskolában, az első és a régebben működő a múze. Hét éve fogadtuk be az iskolánkba, most jelenleg három osztályunk csatlakozik a programba, és nagy-nagy örömünkre rendkívül jó visszhangot talált a gyerekeknél, a szülőknél és a kollégáknál is. Egy ilyen nemzetközi találkozó szerintem azért érdekes, mert egyrészt ugye nagyon fontos, hogy a külföldiek és jelen esetben tényleg hat országból ide érkeznek, és, és vajon ők mit fognak megélni és mit fognak tanulni, de talán ami még fontosabb, hogy, hogy, egy iskola életében ez mit jelent, hogy, hogy át kell gondolniuk nekik maguknak, az igazgatóknak, a tanároknak, hogy mitől különlegesek ők, mi az, ami, ami csak rájuk jellemző, vagy csak egy ilyen óbudai iskolára jellemző. Amikor összeállítottam ennek a találkozónak a programját, akkor tényleg próbáltam olyan fejjel gondolkodni, hogy mi az, ami erre az iskolára különösen jellemző és fontos, és mi az a téma, ami egyaránt megnyilvánul más országoknak is az életében. És ilyen volt például az autizmus hogy hogyan készítjük fel a pedagógusokat, hogy egy, egy integrált osztályban mit is kell csinálni, hogyan készítjük fel a művészeket, akik ugye erre nincsenek felkészülve, hogy az autistáknak mik lehetnek a nehézségeik, és ez egy prezentáció volt, mégis a vendégek a legvégén iszonyat lelkesedéssel osztották meg az ő saját élményeiket, tették fel a, a, kérdéseiket, amikre volt, amire tudtunk válaszolni, volt, amire nem, de tényleg azt láttuk, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami mindenhol fontos, és egyre fontosabb Plusz. Az, hogy a lehetőséget kaptunk arra, hogy mi fogadjuk ezeket a vendégeket, ez önmagában véve ez a fajta előkészület, ez előhozott olyan dolgokat, amiket iskolai keretek között, nem biztos, hogy átéltünk volna saját kollégáinkat is ideértve, amikor is például az autista specialista tanárnő angol nyelven adott elő az autista gyerekekkel való bánásmódról. Nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, amiben az ember nem bővelkedik, és nyilván egy messziről jött ember, akinek nem áll érdekében az itt látottakat sem túlértékelni, sem alul, és amikor azoktól kap az ember olyan elismerést, akkor úgy gondolja, hogy talán mégiscsak jól csinálja azt, amit csinál, és azt hiszem, hogy a kollégáink számára a mindennapok taposómalmában ez egy, ez, egy, ez egy feltétlenül egy színes és nagyon szép emlék marad, ahol ők is vállonveregetést és simogatást kaptak azért, amit csinálnak, és elismerést, és ez nagyon-nagyon fontos a pedagógusok számára, azt hiszem, hogy nagyon érző emberek vagyunk. és Ez az egész tevékenység éppen azért, mert számunkra is fontosak az érzelmek, az élmények, a, 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 a meghítség, a művészetek adta élmények befogadása. Ez így komplexen együtt nagyon-nagyon jó élmény marad, és, és nagyon hálásak vagyunk érte a programnak, hogy átélhettük.